Kedves nézőink, jó estét kívánok! Ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Meghosszabbította a kormány a kedvezményes lakás áfát. Ma utána járunk, mit eredményezhet ez az építőiparban és az ingatlan piacon. A részletekről tehát később, de előtte mutatjuk a teljes mai további kínálatot. Jubileum, megemlékezés, verseny. Tűzoltó napot rendeztek Nyíregyházán. Ingatlanpiaci körkép. A visszaesést fellendülés követi? Elkészült beruházások, emlékházat és szivattyútelepet avattak Tiszabercelen. Pénteken koszorúzással, felvonulással, elismerések átadásával vette kezdetét, szombaton pedig látványos bemutatókkal és az első alkalommal megrendezett Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbával zárultak a tűzoltó napi programok. A helyszín nem véletlenül volt Nyíregyháza, a vármegye székhelyen ugyanis idén ünnepli 140. évfordulóját a tűzoltóság. A szabolcsi koncert fúvószenekar szólaltatta meg a himnuszt, ezzel vette kezdetét a hagyományos tűzoltónapi megemlékezés Nyíregyházán a pénteki napon, a Szent Flórián szobornál. Az ünnepségen elhangzott, a tűzoltói hivatás régi időkből származik, de a mai gyorsan változó világban is kiemelt jelentőségű, az év 365 napján szolgálatot teljesít. Az igazi tűzoltó mindig tűzoltó. Szolgálatban, otthon, ünnepnapon, munkába menet, És nem csak szűkebb környezetüket szolgálják ezzel, hanem mindenkit. Éppen ezért nagy társadalmi megbecsülése van a tűzoltóknak. Össztársadalmi értékelésben harmadik helyen állnak a tűzoltók a megbecsülésben. Ez érezhető a munkánk végzése során is. Oda, ahova mennek a kollégáink, ott a segítőkezet nyújtják, mindenhova várják, és az ő megérkezésük szinte megkönnyebbülés jelent az emberek részére. Megérkezett az az erő, amely majd a biztonságot, a segítséget nyújtja, és megmenti esetleg az emberi életet, illetve az értékeket. Ezt az elismerést mi is ezen a napon szoktuk a kollégáinknak kifejezni. Magasabb szintű elismerésben részesülő kollégáink már az Országos Főigazgatóságon vesznek részt egy rendezvényen, és a mai napi rendezvényünkön pedig itt a hivatásos állomány részéről a megyei igazgató, illetve a megyei közgyűlés elnöke is fog átadni elismeréseket azon kollégáink részére, akik kimagaslóan végezték a tevékenységüket. Olyan emberek jönnek ehhez a szervezethez, akikben eleve megvan az a fajta elhivatottság, amelyek mások segítése, a közösségi munka iránt való szeretete benne van, és ebben a tevékenységben pedig ki tud teljesedni ez a fajta saját emberi tulajdonságuk, és ebben a közösségben olyan tevékenységet tudnak végezni, amely mindenki számára egy megnyugtató és biztató eredményt tud hozni. A tűzoltók védőszentje Szent Flórián, a megemlékezés részeként megkoszorúzták a szobrát Nyíregyházán. A megemlékezés a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokságon folytatódott, amely ezen túl a Sztárek Ferenc tűzoltó laktanya nevet viseli. Az épület bejáratát néhány éve emléktábla díszíti a nyíregyházi tűzoltók bátor és hősies helytállásának tiszteletére. Az elmúlt évtizedek alatt ráadásul sokkal összetettebbé is vált a tűzoltók feladata. A nyíregyházi tűzoltóság is sokat változott az elmúlt 140 évben. 1900-as évek elején hazai és nemzetközi versenyeken diadalmaskodtak tűzoltóink. Ez ugye az egyik legnagyobb büszkeséggel talán minket az 1906-os milánói győzelem tölt el, ugye, ahol 30 ezer néző előtt ugye egy nemzetközi tűzoltó versenyt nyert a nyíregyházi csapat, és ugye az ott elnyert pénzösszeget is felajánlották, Olaszországban volt egy földrengés, a közelben is az ottani károsultaknak ezt felajánlották. Ugye sajnos a háborúk, ott az első és második világháború megviselték a szervezetet, ugye kiemelhetjük a 1930-40-es éveket, ahogy ugye a belső égésű motorok lassan szépen leváltották a lóhajtás, ugye a lovakat, végül is tehát a ló vontatta a fecskendőket,
Ugye itt a 60-70-es években elkezdődtek a panelépítések itt Nyíregyházán, tehát egyre jobban, egyre magasabb kihívásokkal, egyre nehezebb feladatokkal kezdett a tűzoltóság szembesülni. Igazán a hivatásos tűzoltóság már 1929-ben megkezdte a működését, majd ugye államosítva lett 49-ben, és mint állami tűzoltóság látta el már a Nyíregyházi tűzoltóság is a feladatát. Itt az időrendszerei a tűzoltóknak ugye menet közben változtak, volt, hogy 24/24 órás szolgálatot kellett adniuk, sőt még a legelején 48 óra után járt csak egy szabad nap. Majd az 1970-es évektől ugye 24/48 órás munkarendben dolgoztak, mint ahogy azóta mai napig is így dolgoznak a hivatásos tűzoltók. Ugye az 1990-es években Nyíregyházi Önkormányzati Tűzoltóság, mint a város önálló költségvetési intézménye megalakult. A 2000-es években igen kibővült ugye a készenléti szolgálatot ellátók létszámánkra 116 főt is elérte, és speciális képesítések is megszereztek a tűzoltók, itt akár alpintechnikák, búvárok lettek kiképezve, tehát tényleg egyre szerteágazó speciális feladatokat kell már ellátni a hivatásos tűzoltóknak. Ugye 2012-ben újra állami szervezet lett a tűzoltóság, és ugye a katasztrófavédelem szervezeti egysége lett, és ugye azóta a nyíregyházi kirendeltség alárendeltségében működik a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság. Jelenleg a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság nem csak tűzesetekhez vonul, hanem műszaki mentésekhez és a természeti csapások okozta problémákhoz, például árvizekhez. Jelenleg 98 fős szolgálati létszám áll készenlétben. A tűzoltónapi megemlékezést a Szabolcsi Koncert fúvózenekar és Mazsoret csoport vezette felvonulás zárta, amely a Kossuth utcán át a Kossuth térig tartott. Ez pedig már a tűzoltónap következő állomása, szombaton, szintén Nyíregyháza belvárosában. Több mint 20 településről érkeztek hivatásos, önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltók az első alkalommal hagyományteremtő szándékkal megrendezett Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbára. Olyan versenyszámokban indulnak el a tűzoltók, hogy amivel találkozhatnak szinte nap mint nap, tehát olyan kihívásokkal ugye felszereléseket kell eljutatni ugye egyik helyről a másikra, társmentést kell végrehajtanunk, ott egy 80 kg-os bábúval szimuláljuk. Ugye itt a látványosság kedvéért, mivel célja ennek a versenynek az is, hogy minél több ember szólítsunk meg tűzoltóság irányába, mutassuk be ugye azt, hogy mit kell egy tűzoltónak, mivel találkozik, mit kell neki végrehajtania, tehát ezért egy tűzoltó trabant húzás is benne van. Van benne egy ketrec, egy ilyen pszichai akadálypálya, ahol ugye keresztül kell neki jutni, különböző nyílásokon át kell verekednie magát, tehát ilyen erőt próbáló akadályokon kell túljutni, ez nem a teljes lista természetesen. Létrával futás, állványra felfutás és abroncs átforgatás is szerepelt azok között a feladatok között, melyeket megpróbáltak a tűzoltók a lehető legrövidebb időn belül szakszerűen kivitelezni. A megmérettetés 3 korcsoportban zajlott. Nagyon jó érdeklődés, nagyon nagy érdeklődés mutatkozott a versenyirány. 62 versenyzőnk van, hogy mi is ugye az idővel úgy gazdálkodtunk, hogy biztonságosan időben ugye végre tudjuk egy nap alatt ezt hajtani, illetve, mint mondtam, ez az első tűzoltóverseny, tehát tapasztalatokat is szerezzük. Önkéntes, létesítményi, önkormányzati és hivatásos tűzoltók is indulnak. Dunántúlról, fővárosból, nagyon sok település és Szatmárnémeti városából is. Hát és a díjazás, nagyon gazdag díjazás, nagyon sok támogatunk volt a városban, és itt a működési területünkön, tehát nagyon gazdag díjazással készültünk, 3 korosztályban, 35 alatt, 35-től 45-ig, 45-ig fel, tehát 3 korosztályban kapnak díjazást, a legjobb létesítmény, a legjobb hivatásos, a legjobb önkormányzati, tehát mindenkire, a legidősebbre is mindenkire gondolunk, tehát nagyon gazdag díjazásra számíthatnak a versenyzők. Az elmúlt évtizedben a keleti régióban csökken azoknak a fiataloknak a száma, akik a tűzoltó hivatást választják, ezért a rendezvény arra is hivatott, hogy toborozza a vállalkozókedvű fiatalokat. Ignác Sándor tűzoltó őrmester 4 éve dolgozik tűzoltóként, és mint versenyző indult el az erőpróbán a 35 év alatti korosztályban. A legnehezebb az a kitartás és az állóképesség, tehát erre kell nagyon rágyúrni minden tűzoltónak, aki ilyen versenyen szeretne részt venni. Úgyis nagyon be kell osztani az energiát, végig kell menni a pályán, és nem elsősorban ennek tüdő kell hozzá, levegő, úgyhogy ezt kemény fizikai megterhelés ez a tűzoltóknak.
A rendezvényhez csatlakozott a Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegyesület is, akik a belvárosban kutyás, valamint mentési és alpintechnikai bemutatót tartottak. Egészségügyi szűrőbusz, gyermeksarok és tűzoltó bemutatók is várták az erőpróbára kilátogatókat. További két évvel meghosszabbítja a kedvezményes lakásáfát a kormány. Ez azt jelenti, hogy 2026. december 31-ig az új építésű lakásokat 150 négyzetméterig és a családi házakat 300 négyzetméterig csak 5%-os áfakulcs terheli továbbra is. Június 1-től az otthonfelújítási program is megkezdődik, az 1 millió forintos önerő mellé az adott települések fejlettségétől és jövedelmi színvonalától függően 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást, illetve 3 millió forint kamatmentes hitelt lehet igényelni 1990 előtti családi házak korszerűsítésére. Ezekről és egyéb ingatlanpiaci aktualitásokról kérdezem a következő percekben Bákány Zsoltnét, az Otthon Centrum irodavezetőjét. Jó estét kívánok, köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. A kedvezményes áfát tehát 26 végéig meghosszabbítják. Igazából szerintem itt az lenne a fő kérdés, hogyha kivezetik, az lakáspiaci problémákat okozott volna? Mi az önök véleménye? Azt gondolom, hogy nem, mert én minden egyes interjúban el szoktam mondani, hogy azért a kivitelezők a támogatásokat valamilyen szinten beleépítik az áraikba, tehát ők a várható haszonkulcsokat nem fogják beáldozni. Tehát mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy mindenféle támogatás ugye ingatlan árnövekedést szokott eredményezni. Mindenféle támogatás, illetve támogatásnak a megszűnése. Így van. Mert hogy ugye egy támogatás megszűnéséről lett volna szó, tehát majd, hogy nem, ha visszavezetik tehát a 27%-os áfát, akkor gondolom egy harmaddal majd, hogy nem emelkedett volna az ingatlanok ára. Igen, de hogy ezt kompenzálni kell, tehát realizálni kell, ez akkor fog kiderülni, amikor majd élesedik. Az ingatlan árakat mindig úgy kell kidolgozni, hogy az elérhető támogatásokkal meg tudják a magyar állampolgárok ezeket vásárolni. Tehát lehet, hogy addigra, mire ez a dolog aktualizálódik, egy teljesen új támogatási formáról fogunk beszélni, mely beilleszkedik ebbe az áfa történetbe, pótolni fogja. Ez az új építésű ingatlanokra vonatkozik, no de a használt házak, lakások piaca, hát vélhetően megmozdul az otthonfelújítási támogatás bevezetésével. Egyáltalán egyébként mit várnak ettől, hogy tényleg megmozdul? Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a 2023-as év volt egy nagyon szomorú éve az ingatlan piacnak, tehát akkor el lehetett mondani azt, hogy visszaesett a tranzakciószám, míg 22-ben 138 ezer tranzakció bonyolódott az országban, így egy évvel később csak 110 ezer darab tranzakció. Most azt prognosztizálták, hogy megint elérjük a 130 ezeres tranzakciószámot. Tulajdonképpen mi azt láttuk, hogy a tavaly szeptember tehát az utolsó negyed évtől felélénkült a piac, ugye akkoriban kiderült, hogy lesz új csokk, sőt azok az emberek gyorsan megvásárolták az ingatlanjaikat, akik már a használt csokkot tudták csak kihasználni, és azzal tudtak élni. Szóval az ott az év végén egy kicsit ezek a változások megbolygatták a piacot, és mindenki arra várt titkon, hogy az otthon felújítási támogatás majd hip-hop meg fog jelenni. Ez ugye meg is történt. Csak ugye lényeges tudnunk, hogy ezt az otthonfelújítási támogatást azok igényelhetik, akik 2024. május 1-től abban az ingatlanban lakcímmel rendelkeztek, amit felújítani kívánnak. Tehát azok a vásárlók, akik most gondolnak arra, hogy majd ők felújítják azt az ingatlant, amit megvásárolnak, arra még egyenlőre a tervezet azt mondja, hogy nem, tehát azok, akik már benne vannak május 1-től lakcímkártyával, azok vehetik igénybe. Igazából ez a támogatás fog majd a későbbiekben, a közeljövőben egy árnövekedést eredményezni, mert azt tudjuk nagyon jól, hogy azok az ingatlanok, amik nem voltak korszerűsítve a korábbi támogatásokkal, felújítási pályázatokkal, azoknak az energiafelhasználása tényleg nagyobb, ténylegesen nagyobb, mint egy modern felújított ingatlannak. Na most, hogyha valaki ezt a 6 millió forintot belefekteti az ingatlanába, az hatványozottan meg fog tudni térülni. És ugye azt mondja a tervezet, hogy 10 évig elidegenítési tilalom lesz azzal az ingatlannal kapcsolatban, amit most támogatással felújítanak. Viszont ha valaki hamarabb visszafizeti a hitelt, akkor ez a dolog el fog menni, tehát onnantól kezdve nem lesz elidegenítési tilalom, tehát eladhatja az ingatlant, hogyha a hitelt vissza fogja tudni fizetni.
Tehát akkor a használt házak árát most még egyelőre azért nem tornázhatja fel ez a támogatási forma, mert hogy még egyelőre nem fognak venni azért házat, hogy felhasználhassák ezt az otthonfelújítási támogatást. Így van, most azok a szerencsés emberek, akik május 1-től lakcímkártyával rendelkeznek, egy 90-es években, vagy 1990 előtt megépült ingatlanban. Ugye kivettek a feltételek közül egy nagyon fontos tényezőt, a vezetékes gáznak a meglétét. Igazából itt arra kell nagyon vigyázni annak, aki ebbe a felújítási támogatásba belefog, hogy meg kell, hogy legyen a 30%-os javulásnak legyen az ingatlannál. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy most megcsináltatjuk ugye az energetikai tanúsítványt, kijön ez egy bizonyos kategória, ott a számításoknak a felújítással meg kell, hogy a energia megtérülése 30%-kal javuljon. Nagyon fontos, hogy olyan energetikust hívjanak egyébként a tulajdonosok az ingatlannak az értékeléséhez, aki ugye benne van abban a rendszerben, aki kiadhatja ezt az energetikai tanúsítványt, tehát azért erre oda kell figyelni. Egyébként azt is maximalizálták már, hogy egy-egy ilyen energetikai tanúsítvány ára nem lehet több, mint 50 ezer forint, mert ugye tavaly novembertől egyébként jelentősen megnőtt ennek is az ára a tanúsítvány kiállításának. Éppen azért, mert ugye a keresletet várták, hogy igen, meg fog emelkedni ez. Igen, ez egy kicsit ilyen láncreakciós történet, de azt gondoljuk egyébként, hogy csak jót tehetünk azzal, hogyha ténylegesen erre fordítsuk a támogatást, amire kell. Mert ugye az volt a probléma az előző támogatással, hogy bármire is igénybe lehetett venni, nem volt megkötés a 90-es építési év, hogy az előtt legyen, és ugye nagyon sok fürdőszoba megújult, de az ablakok nem lettek kicserélve, a gázkazánok korszerűtlenek voltak, a melegvízellátást ugye megint csak nem, mondjuk villanyboiler biztosította, tehát erre találták ki ezeket a megkötéseket, hogy tényleg hasznosuljon ez a támogatás, és mi úgy látjuk, és ugye nagyobb cégek, elemzések is ezt mutatják, hogyha ez a befektetés meg lesz, tehát a 6 millió belekerül egy ingatlanba, azt akár... Sőt, 7 millió önerővel együtt, ugye? Igen, 7 millió forintról van szó, tehát egy 15 milliós ár növekedést el lehet érni, mivel hogy mi azt is tudjuk, hogy a 90 előtt épült, nem korszerűsített ingatlanokat, akár 20-30%-kal kevesebbért adtuk el, mint azokat, amik korszerűek voltak. Tehát ez igazából egy jótékony hatással lehet a piacra, nem mellesleg az energetikai megtérülésre, hogy kevesebb energiát fogunk elhasználni. Viszont mi az előzetes tapasztalat, hogy ezt igénybe fogják venni az emberek? Tehát nagyon várták, és szükség lesz rá, és tényleg lesz annyi önerejük, és annyi, hát most így mondom, bátorságuk, hogy akkor hitelt vegyenek fel. Én azt gondolom, hogy igen. Egyébként az idősebb korosztály mozdult meg ebben a tekintetben, mert hogy itt nincsen olyan megkötés, hogy gyermeket kell vállalni, és igazából 1 millió forint önerővel nagyon sokan rendelkeznek, és ugye kecsegtető az, hogy kamatmentes hitelt vesznek föl. Tehát igazából nem félnek attól, hogy többet kell visszafizetni. Most jelenleg egy ilyen 26-36 ezer forint közötti havi törlesztő részletet látnak, hogy körülbelül ennyibe fog kerülni a törlesztő részlet, és lehetőség van előtörlesztésre, ami nem fog plusz költséggel járni. Itt igazából ez egy motiváló tényező, és tényleg az a 60-as korosztály, az meg tud mozdulni, aki most ugye eddig azért nem tudott támogatásokat igényelni, mert hogy neki nincsen gyereke, és nem vállal, stb. Tehát ők is bekerültek, viszont azt is tudnunk kell, hogy itt keretösszeg van, míg az előző programnak nem volt keretösszege, itt van keretösszeg, és hogyha az elfogy, akkor kifutottak az időből, és akkor nem tudnak ebben részt venni. Tehát minél gyorsabban kell jelentkezni. Így van, és az interneten és mindenféle fórumokon egyébként olvasható volt ez is, hogy május 1 előtt be kell jelentkezni, tehát több csoport, fórum foglalkozik azzal, hogy is, mint is lehet majd ezt igényelni, és figyelmeztették már az embereket erre a bizonyos május 1-ére. Én úgy tudom, volt is torlódás az okmányirodában. Ez tehát a jövő, egy olyan támogatás, amely majd lesz, hamarosan beindul, tehát még konkrét tapasztalatok azért nincsenek, de a Csok Plusz az már elindult, azzal kapcsolatban lehetnek, milyen tapasztalatok vannak, igénybe veszik az emberek, hiszen itt azért egy kedvezményes hitelről van szó, és legfeljebb hitel elengedésről, ugye, hogyha már megvan az a bizonyos gyerekszám.
Igen, mi azt láttuk, hogy beindult. Tehát nekünk már decemberben is volt olyan előszerződésünk, amit pont azért kötöttek meg decemberben, mert fértek, hogy januártól drágább lesz az adott ingatlan, ezért az előszerződést megkötötték, hogy az ár fix legyen, és nekem már január 7-én volt egy családom, vagy 8-án, teljesen mindegy, akik így ebben a projektben gondolkoztak. Az ő hitelüket egyébként még most folyósították ki. Később tudták beadni egyébként, mint ahogy szerették volna a hitelkérelmet, mert azért még januárban a bankokat egy kicsit így sok hatással érte ez az új dolog, és hát ugye azt is meg kellett vizsgálni, hogy ez hogy kell lebonyolítani, hogy létrejöjjön, de egyébként egy ilyen 2 hónapos kifutási idővel kell számolni, hogyha valaki az új csokhitelt szeretné fölvenni, de tényleg beindult. Beszélgetésünk végén nézzünk egy általános piaci helyzetet. Említette 2023-ban, azért azt nevezt mondhatjuk, hogy mélypont volt az ingatlan piacon, viszont már akkor 2024-ben kezd magára találni. Ez pedig mennyire változtatja az ingatlan árakat? Magyarán csökkennek vagy emelkednek az ingatlan árak manapság? Manapság azt tapasztaljuk, hogy még tavaly 2023-ban az alkumértéke 10%-ot is meg tudta haladni, és az ingatlanoknak a forgási ideje egy olyan jó 2 hónappal több volt, mint 24-ben, tehát ez azt jelenti, hogy még tavaly 3-4 hónapig küzdködtünk akár egy lakásnak az eladásával, most azért egy hónapon belül meg tudjuk ezeket az adásvételiket bonyolítani, viszont az teljesen egyértelmű, hogy az alkunak a mértéke az egy ilyen 5%-kal a tavalyihoz képest már visszaesett. Tehát most egy olyan 5-7%-os alkuval kell nagyjából az irányához képest gondolkodni. Tud mondani még néhány konkrét számot, mondjuk panellakásra vonatkozóan, társasházra és családi házra vonatkozóan? Átlag négyzetméter árat. Átlag négyzetméter árat. Tehát minden attól függ Nyíregyházán, hogy egy ingatlan hol van. Ez egy nem túl nagy város, de vannak bizonyos városrészek, amik föl vannak kapva, vannak, amik kevésbé. Na, a nem föl kapott városrészeken 400 ezer forintos négyzetméter árat is el lehet érni állapottól függően, tehát hangsúlyozom, hogy állapottól függően, míg a felkapott részeken akár 1 milliós négyzetméter árakat is. Itt a lakóparkokra gondolok. A fiataloknak most nagyon nem mindegy, hogy hová költöznek, és ahol megtehetik a szülők segítségével, ott inkább lakóparkot választanak, mert hogy nekik ott, ahogy ők mondják, cool ott lakni, hát igen. Tehát igazából az Insta sztoriuk másról nem szól, csak az, hogy hol iszták a kávéjukat, és tényleg nem mindegy, hogy ezt most egy kevésbé felkapott paneltömbnek a földszinti erkélyén teszik, vagy ez ebben a bizonyos lakóparkban, direkt nem nevezem meg a városnak bizonyos részeit, hogy melyik a leginkább, és melyik a nem igazán kedve, de hát nyilvánvalóan tudják ezt az emberek is, hogy mit favorizálunk, amikor ingatlant keresünk. Viszont az is hozzátartozik, hogy egy kevésbé felkapott területen egy nagyobb négyzetméterű alapterületű lakást meg lehet vásárolni, ugyanannyiért, mint egy lakóparkban. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm. Befejeződött a Szivattyútelep és a Besenyei Emlékház felújítása Tiszabercelen. A fejlesztéseket az önkormányzat Európai Uniós forrásból valósította meg. A ma már műemlék Szivattyútelep még az 1800-as évek végén azzal a céllal épült, hogy megoldja a rétközbelvíz problémáit. Az emlékház pedig az egész nemzet számára nagy jelentőséggel rendelkezik, hiszen itt született Besenyei György, a magyar felvilágosodás egyik elindítója és meghatározó alakja. 300 éves múltra tekint vissza Tiszabercelen ez az épület, amelyet most Európai Uniós forrásból a top turisztikai pályázatának keretében újítottak fel. A ház kuriózumát az adja, hogy itt látta meg a napvilágot Besenyei György, a felvilágosodás szabad eszméjét talán legbátrabban és nyíltabban hirdető költő és császári tábortiszt. Az épület legutóbb az 1980-as évek elején kapott korszerűsítést, az utóbbi években azonban egyre veszélyesebbé vált, így a látogatók érdekében sürgetővé vált a fejlesztése. A beruházás átadásának alkalmából pedig új helytörténeti kiállítást is berendeztek az emlékházban. Ez a rétközi turisztikai projekt részeként került felújításra. A Besenyei szülőház, amely több mint 300 évvel ezelőtt épült, és ebben az épületben született Besenyei György, egy picit leromlott az állapot az elmúlt évtizedek során, ezért nagyon fontosnak tartottuk, hogy kihasználja ezt a lehetőséget,
ismét méltó módon felújításra kerüljön ez az épület. Azt gondolom, hogy most ismét néhány évtizedig megfelelőképpen tudják az ide látogatók látogatni azt a két kiállítást, ami ebben az épületben helyet kap. Az egyik a már korábban meglévő Bessenyi Györgyel kapcsolatos kiállítás, amely némileg megújult és interaktívvá vált. A másik kiállítás pedig, ami most került kialakításra, az a tiszabeceli helytörténeti kiállítás, amely elsősorban a 19.-20. századi beceli életet próbálja itt bemutatni, szintén interaktív módon. Bessenyei György emlékezete örök a térség számára, amelyet a Vármegyei Értéktár Bizottság is ápol évről évre. Bessenyei György munkásságával már az érdeklők találkozhattak az értékek között, de érkezett egy javaslat a napokban nem olyan régen, az pedig a Bessenyei Társaságtól jött, köszönjük szépen egyébként, és ez pedig a Bessenyei Emlékházra vonatkozó javaslat volt, és a Értéktárbizottság nagyon örült ennek a javaslatnak. Nem csak ezért, mert valóban nagyon szépen megújult, és valóban egy olyan kulturális és nyugodtan mondjuk, hogy kovász központ lett itt Tiszabercelen, amely nem csak Tiszabercel szempontjából fontos, hanem hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a vármegye szempontjából is, és aki ide ellátogat, olyan érdekességekkel találkozhat, amely a mai kor számára is úgy gondolom, hogy szolgál rengeteg olyan aktualitással és látnivalóval, amivel segítik egyrészt azt, hogy információhoz tudáshoz jussanak az emberek, másrészt pedig segít abban is, hogy az a szellemiség, amelyet Bessenyei képviselt, a szülőháznak a nyugodtan mondhatjuk, hogy ereje, amely itt Tiszabercelen kézzel fogható, az meg kell, hogy jelenjen értéktári szinten is, és most már így a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárnak is a része lett ez a Bessenyei Emlékház, és bízunk benne, hogy sokan fogják majd azt az örökséget követni, amelyet Bessenyei György szellemisége, akár irodalmi téren, akár a haza iránti elkötelezettségből hátrahagyott az utókornak, és abban is bízom, hogy majd az utánunk következő nemzedékek is, majd sok-sok év múlva ezt a szellemiséget őrzik, és viszik tovább azt a lángot, amely lényegében a megmaradásunk záloga itt a Kárpát-medence közepén. Párhuzamosan az emlékházzal ugyanebben a programban Tiszabercelen egy másik műemléképület, a Szivattyú telep is megújulhatott. Itt felújításra került ennek a Szivattyú telepnek a külső homlokzata, teljesen új tetőt kapott az épület, és állagmegóvási munkálatokat is végzett itt a kivitelező. Ezzel azt hiszem, hogy hosszú időre sikerült most biztosítanunk azt, hogy megfelelő minőségben látogatható legyen ez a csodálatos műemlék, de emellett, hogy ezt az épületet itt helyreállították, emellett egy teljesen új bemutató tér is kialakításra került, amely egy vizes blokkal együtt a Rétköznek az ár- és belvízmentesítését mutatja be, és egy kiállítás is került ennek kapcsán itt kialakításra és megtervezésre, amit azt gondolom, hogy az ide látogatók biztosan örömmel fognak megnézni. Tiszabercelnek is, de nem csak Tiszabercelnek, hanem az egész Rétköznek az életét befolyásoló épületről van szó. Ezt az 1900-as évek, illetve az 1900-as évek elején, mert az 1800-as évek végén készült el ez a szivattyú telep, de az 1900-as évek elejére ennek a gőzszivattyú telepnek a segítségével sikerült a Rétköznek a belvízmentesítését megoldani, és én azt gondolom, hogy ennek egy nagyon komoly gazdasági jelentősége volt, hiszen ezzel be tudott kapcsolódni ez a tájegység az egyre erősödő magyar mezőgazdasági életbe, és nagyon sok embernek adott így kenyeret. Bodnár Gáspár, a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója úgy látja, komoly tudás kellett a szivattyú telep beindításához és a biztonságos működtetéséhez az építés idején a 19. század végén. 1896-ban épült, rendkívül nehéz körülmények közt. Tehát elődeink nagyszerű dolgot alkottak, hiszen alig több mint egy fél év alatt ezt a gyönyörűséget meg tudták építeni, úgyhogy téli időszak is volt ebben a fél évben. Nagyon nehéz körülmények között szállították ide az anyagot, hiszen akkor még nem voltak olyan utak, mint manapság. Beépítettek 1100 köbméter betont, 1300 köbméter téglát, és azt lehet mondani, hogy rekordidő alatt, rekordminőség, nagyon jó minőségben, hiszen 128 éve épült ez a szivattyútelep, és eredeti állapotában meg tudtuk őrizni. Úgyhogy
Büszkék vagyunk az elődökre, akik megtervezték és megépítették, és büszkék vagyunk és köszönjük azoknak, akik 128 éven keresztül a gondját viselték ennek a komoly létesítménynek. 1967-ig dolgozott ez a szivattyútelep, akkor épült meg az elektromos telep, nem messze a gőzüzemű teleptől. Amikor ez megépült, az volt a fő cél, hogy a tiszai árhullámok esetén is tudják a belvízmentesítést végezni, a káros vizeket a Tiszába juttatni. Akkor a csatorna Tiszabezdéttől Tiszabercelig húzódott, a belfő csatorna, aminek a szivattyúzását végezte ez a berendezés. Nagyon komoly szénmennyiségre volt szükség a gőzgépek felfűtéséhez és folyamatos működtetéséhez, és nagyon komoly szaktudás kellett ahhoz, hogy egyáltalán el tudjanak indulni ezek a gépek, ezek a berendezések, de mindig voltak olyan jó szakemberek, akik ezt meg tudták oldani. Nagyon érdekes, hogy ezt a berendezés csoportot már a magyar gépipar, a magyar vízgépipar gyártotta le. Az első Kárpát-medencei gőzüzemű belvízmentesítő szivattyú telep az Sajfokon, a Közép-Tisza vidékén épült, és ott még a döntőtvas szerelvényekre, szivattyúkra az van felírva, hogy 1878 London. Tehát akkor még Angliából kellett ilyen gépeket, berendezéseket hozni, de ez már a magyar iparnak a terméke volt. Vinai Győző országgyűlési képviselő úgy látja, országos szinten is különleges idegenforgalmi jelentősége van a szivattyútelepnek, ezért voltak fontosak a most befejezett beruházások. Turisztikai pályázatot sikerült beadni, egy topos pályázatot, itt a Rétköz turisztikai kínálatának fejlesztésére, és adott volt a pályázatban, hogy ezt a szivattyútelepet, amely műemlék jellegű, ezt fel kell újítani, hiszen ez a 19. század végén épült, amikor megkezdődött a Rétköz belvízelvezetése és árvízmentesítése. Ugye a polgári állam a dualizmuskor idején akkor épült ki, és egyre több területet műveltek meg az emberek, nőtt a népesség, és egy gyönyörű szivattyútelep akkor nagyon modernnek számított a gépeivel együtt. Ez Tiszabercel ékessége, égköve, de mondhatni azt, hogy regionálisan, sőt országosan is építészeti örökségünk kiemelkedő turisztikai látnivalója. És itt van egy állandó kiállítás, a Bessenyei Emlékház is megújult, úgyhogy korábban beadtuk már ezt a pályázatot, évek teltek el, úgyhogy a mai nap az az öröm napja, hiszen végére értünk egy pályázatnak, befejeződött a műemléki szivattyútelep felújítása és a Bessenyei Emlékház felújítása. Itt a Tisza mentén, Ibránytól egészen Tiszadobig nagyon sok látnivaló van, például megemlíthetem, hogy Szabolcs nemrég lett történelmi emlékhely, tehát itt a Nyíri mezőség és a Rétköz összekapcsolódik, és én azt gondolom, hogy az aktív és ökoturizmusnak is kiváló helyszíne, hiszen itt lehet kerékpározni, lehet a víziturizmus szenvedélyének hódolni. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral. Szerdán jelentkezünk, akkor a szűrőbusz program részleteibe avatjuk be önöket. Tartsanak velünk akkor is, ha tehetik. Viszontlátásra!